a Herbal nevű drog. If I lose my fame and fortune, really don't mind it, as long as I got you, baby. S leállhat a vese, megállhat a szív. Mégis megállíthatatlanul terjed. Simán egy helyi kisboltban is árulták. Csak hogy ez egy kábítószer, ráadásul senki nem tudja megmondani, hogy mi. Aki pedig elszívja, csak remélheti, hogy életben marad. Gyere, mutatok valamit. Herbal. Én éppen most Herbalt próbálok rendelni. Ez tulajdonképpen szintetikus marihuána. Vesznek valamilyen növényi származékot, mondjuk zsáját. Elég olcsón meg lehet rendelni. Nem egyféle herbál létezik. Kezd zavarni a fény. Messze ez a legnépszerűbb drog. Vannak iskolák, ahol a féliskola ezt szívja. Ugyanúgy teljesen kiszárított az ínyemet az a cucc, mint a fű. Zavarnak az emberek, a tömeg? Most igen egyébként, mert én nem álltam be annyira, hogy elkezdjen már... Tehát, hogy érted? Na, annyira nem álltam be, hogy már ne zavarjon. És most meg pont zavarnak az emberek. Kurva nehéz betépe riportot csinálni. Azt mondták, hogy Kádár idejében nem volt drogozás. Nem tapasztaltam, hogy dolgoztak volna, akkor szipusztak, azt hiszem. Baby,
felhasználó képtelen lesz tervezni, problémákat megoldani, szervezni, döntéseket hozni, indulatokat szabályozni. Az ember egy kicsit lelassult tőle. Még a Szabi Esztel egy interjú kéne. Én nem akarok többet szívni ebből a szarból. Nem is drogoztál még? Nem, abszolút távol áll tőlem, tehát ugye inkább kajára költöm. Hát én bekábultam. De tényleg, tehát aljas a cucc. Herbán.